The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Na hát szép jó napot, szép jó reggelt mindenkinek, üdvözöllek benneteket a mai webkonferencián. Én Szobonyi Olivér vagyok, a vállalat közép-európai régiójáért felelős értékesítési menedzser, és az enyém a nagy öröm, hogy ma hozzátok szóltok egy pár mondatot, és hát el kell, hogy mondjam nektek, hogy mindig ilyen spanyolos, barcelonai hangulatban vagyok. Most a hétvégén, illetve múlt héten, pénteken, szombaton is, meg vasárnap is részt vettünk egy ilyen jutalomúton, amit azok a munkatársak, a top 30 legjobban teljesítő munkatárs vehetett részt, akik a tavalyi évben ugye egy promóció keretében ezt megnyerték. Nagyon-nagyon ütős volt. És mindjárt fogok erről egy pár szót mondani, de előtte a szokásunkhoz híven először szeretném elismerni a szintváltó munkatársakat, most már ugye a régióból, és egy pár újdonságot, frissét is szeretném ma veletek megosztani. Bár nem a mi régiónkból van, de szeretném elismerni és gratulálni Gerry van Zandvoortnak, aki a Platinum Elite szintet ért el Hollandiából. Gerry ott volt most Spanyolországban is a rendezvényen, és nagyon lelkesen elkötelezett, úgyhogy gratulálok, gratuláljunk neki együtt. Viszont itt a mi régiónkból a Gold Executive szintű lett Nagy Ibolya, úgyhogy Ibolya Magyarországról ezúttal is szívből gratulálok neked, nagyon-nagyon büszke vagyok rád, és köszönöm neked az elkötelezett munkádat, és Bronze Executive lett Nagy Etelka, valamint még Magyarországról Senior Manager lett Gócsi Bernadett. Bernadett, gratulálok, nagyon büszke vagyok rád. És menedzserek itt vannak, Frikné Varga Katalin és Szarkáné Bonet Zsanett, akik menedzserek lettek. Szívből gratulálok, és újra fogjuk látni Frikné Varga Katalint, aki nagyon lelkesen elindult az üzletével, és ezért a top 10 toborzó között megtalálható volt a 15. héten. Úgyhogy látjátok azt itt is, hogy van egy bronzunk, van egy menedzserünk, meg van egy Zafir Elitünk, akik a topba bekerülnek, úgyhogy igazából az, hogy ki milyen aktívan tobor, az teljesen mindegy, hogy tegnap lépett be, vagy itt van már 3-4 éve velünk, vagy milyen szinten van, bárki bekerült a top toborzók közé, aki elkötelezetten és kőkeményen építi az üzletét. Egy kis emlékeztető nektek, hogy már csak pár nap van hátra a 3x3-as áprilisi bónuszunkból, illetve promóciónkból, amelynek a keretében plusz $1000 meg lehet keresni a hagyományos bónuszokkal együtt, akár $2650 is. Korábban, ugye hírlevelet kiküldtük, a részleteket ott meg tudjátok nézni, de ha most vagy itt először, akkor annyit azért tudjál, hogy a dolognak az a lényege, hogy a regisztrációtól számítva, tehát áprilisban, ha regisztráltál, akkor a regisztrációtól számítva, ha 7 napon belül behozol 3 embert bronz vagy a fölötti csomaggal, akkor fogsz kapni plusz $250, és hogyha ezeknek az embereknek segítesz ugyanezt megtenni a te regisztrációtól számított 21 napon belül, akkor plusz 750, azaz összesen plusz $1000 bónuszt fogsz kapni. És ezt egy videóban itt jól el is magyarázom, úgyhogy ezt érdemes most itt leírni magadnak, tehát bit.ly/3x3 bónusz, ezt leírod, ott gyönyörűen elmagyarázom az egész promóciót. De a lényeg, ami miatt most akarok neked ezt a két szót elmondani, hogy már csak április 30-áig él a dolog, de az a jó hír, hogy ugyanúgy, tehát hogyha azoknak is áll a zászló, akik mondjuk április 29-én vagy április 30-án léptetnek be embert, mert az ő 7 napja onnantól elindult, tehát akár még május, tehát sok embernek májusban fog ez a dolog kifutni. Na, a hétköznaponként Réntalk van, ma egyébként én leszek a Réntalknak a szereplője, és a közösségi médiának a használatára fogok egy pár szót mondani, hogyan tudjuk azt jól használni. Magyarországon egy korábbi webinár keretében erről már egy pár szót említettem, de most így globálisan, ugye angolul fogom ezt tartani, és ugye magyarra lesz ez fordítva. Na, hétvégén ugye részt vettünk a barcelonai rendezvényen, hát nagyon-nagyon ütős volt,
egy pár mondatot szeretnék nektek elmondani róla. A W Hotelban került megrendezésre maga a rendezvény, a partnerek ott voltak elszállásolva. Én bizton állíthatom, hogy ez Barcelonának a top első számú hotele. Tehát szerintem nincs ennél jobb hotel. Sőt, amikor a Barcelonának a, ugye az ikonikus épületeit bemutatják, akkor általában ezt az épületet is bemutatják. Ez egy ilyen vitorláshajóhoz hasonló, és a tengerparton van. Gyönyörű, szép, nyilván tengerre néző ablakokkal, és hát nagyon luxus spa körülményekkel, medencével, szó szerint, tehát kilép az ember a, tehát kilép a hotel ajtaján, és tulajdonképpen ott van egy percre a gyönyörű, szép barcelonai tengerpart, úgyhogy akárkivel beszélgettem, nagyon-nagyon elégedettek voltak a helyel, és tulajdonképpen az első nap volt egy nagyon jó állófogadás, tehát napközben megjöttek a partnerek, este összejöttünk, és a 23. emeleten, hát gyönyörű pazar kilátással a tengerre, meg a városra, hát összejöttünk, és ott az Aaron Palmer a cégnek az európai igazgató, meg Jay Nolan, az értékesítési alelnök szólt egy pár szót hozzánk. Utána mindenki elment, bulizgatott, városnézett, lement a partra, vagy csak aludt egy jót. Másnap 10 órától volt egy képzés, volt egy tréning minden résztvevőnek, utána volt egy ebédszünet, és az ebédszünet után pedig az alapítóknak volt egy külön találkozó, és maguk az alapítók kipróbálták a cégünknek az új termékeit, a kávét, a fekete kávét, a latte kávét, és egy ilyen chai teát. Ezek mind instant termékek, tehát igazából forró vízzel az ember összekeveri, és rögtön tudja fogyasztani. A partnerek imádták. Ha fölmentek a Jay Nolannak a lapjára, akkor ott láthatjátok a videókat, amikor elfogyasztották ezeket a termékeket, hogy hogyan érezték magukat, mit szólnak hozzá. Úgyhogy vannak fönn képek, kis videók, meg hát bármelyik résztvevőnek tulajdonképp, akár az én honlapom, vagy az én Facebook lapomra fölmentek, akár kinek másik résztvevőnek, Áronnak, Jaynek, munkatársainak a Facebook lapjára, akkor látni fogtok rengeteg képet. Úgyhogy ez volt, akkor ott délután elmentünk sokszor így a csapattal közösen a tengerparton valami étterembe beültünk, kényelmesen megkajáltunk, nagyon jó hangulat volt, nagyon jó csapatépítés volt. Azok, akik ott voltak, azt gondolom, hogy egy jó barátságban jöttek haza, jól összekovácsolódott a csapat, és hát Európa számtalan országából jöttek partnerek. Vasárnap az egy szabad nap volt, ezt nagyon sokféleképpen töltötték el a résztvevők, a partnerek. Volt, aki városnézést csinált, tehát elment, megnézte a barcelonai stadionot, vagy elment, megnézte a Santa Familia család, vagy hát a templomot, ugye egy nagyon híres templom, vagy városnézést, tehát egy egyéb számtalan dolgot megnézett. Volt, aki aludt egy nagyot, volt, aki a medencéknél pancsolt, napozott, volt, aki a tengerpartra ment, és ott érezte jól magát, hát gyönyörű jó idő volt, tehát nagyon éreztük magunkat, és akkor aznap este volt egy gála vacsora. Majd látni fogjátok, föl fogunk rakni gyönyörű képeket, Jay Nolannal, Aaron Palmerrel, meg ugye a párjaikkal, vagy csapattagjaikkal a tengerparti háttérrel készítettünk fotókat. Én nagyon kellemes, nagyon elegáns vacsora volt, amiben részt vettünk, nagyon szépen itt mindenki föl volt öltözve. És hát könny, tehát hogy volt könny, amikor a Jay hozzánk szólt, tehát nagyon, nagyon megérintett sok mindenkit, engem is. Tehát én fordítottam, de nem tudom, észrevették a partnerek, de nem egyszer csuklott el a hangom. Tehát azt gondolom, hogy sok komoly lelki megérintést kaptunk, és üzleti megérintést, és sok emberi megérintést is. Úgyhogy én ezúton is köszönöm Jaynek is, meg Aaronnak is, hogy ezen a programon részt vettek, ezt a programot megszervezték a munkatársaknak. És akkor másnap pedig jöttünk haza. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt, nagyon nagy feltöltődés volt, és én arra kérlek benneteket, hogy a jövőben, amikor ilyen utat kiírunk, tehát ilyen minősüléses utat, amikor extra feszítés ért, valamilyen ilyen különleges luxus utazásban mehettek részt, kérlek benneteket, hogy dolgozzatok érte keményen. Ez,
ezek óriási lehetőségek arra, hogy olyan helyekre eljussatok, olyan emberekkel együtt lehessetek, olyan emberektől tanulhassatok, akik élete szóló élményt jelenthetnek számotokra. Itt láthatjátok is, itt is van a csapat egy része, éppen ilyen bulis hangulatban. És Jane Holland úgy döntött, nem volt így tervezve, de úgy döntött, hogy itt marad Európában, és április 30-án bécsi rendezvényen részt fog venni, legalább 90 percben fog hozzánk szólni, úgyhogy bátorítom a magyarországi munkatársakat is, hogy menjenek és venjenek rajta részt, lesz magyar fordítás is, úgyhogy mindenféleképpen gyertek, 10-től 17 óráig fog tartani, 20 euró lesz a belépő, és ugye itt látjátok magát a címet, és ugye június 4-én pedig készülünk már az európai, illetve magyarországi rendezvényre, úgyhogy várom benneteket nagy szeretettel, ez a Belvárosi Színházban kerül megrendezésre. És egy-két szóban még a World Seed Summit, ami ugye októberben kerül megrendezésre, ezen kérek benneteket, hogy feltétlenül vegyetek részt, gyűjtsetek rá, kössétek össze egy plusz kirándulással, tehát ami nem volt Amerikában, akkor a kellemes, a hasznossal, nyilván egy kicsit korábban gyertek ki, vagy maradjatok tovább, fedezzétek fel Amerikának ezt a részét, és hát a World Seed Summit óriási lesz, új termékek, új bejelentések, új ösztönzők, új megoldások, és ne felejtsétek el, hogy az iparágnak a krémje, tehát ott lesz Aaron Palmer, ott lesz Jane Holland, ott lesz Byron Belka, és nyilván a cégünknek a top, ott lesznek a top disztribútorai is, akiktől majd néhányójuktól fogtok tudni hallani, és mindannyian az öt legjobb barátunknak az átlaga vagyunk, mert az ő szokásaikat veszük át, azt tesszük, amit ők esznek, azt gondoljuk, amit ők gondolnak, olyan ruhát hordunk, amit ők hordanak, hát nézzétek csak meg, mindannyian ilyenek vagyunk, és ez önmagában se nem jó, se nem rossz, ez csak egy helyzet, tehát hogyha ezt jól használod, és olyan emberekkel veszed körbe magad, akik előjárnak már abban a dologban, ahova te is szeretnél eljutni, akkor ezt tulajdonképpen a hasznodra tudod fordítani. És itt ez hatalmas dózisban meg fog történni, úgyhogy várom benneteket ide nagy szeretettel. Na, úgyhogy ezek voltak a legfontosabb hírek. Én pontértékben, belépőkben, konzultációkban, fogyasztókban, termékvásárlásban gazdag, sikeres hetet kívánok nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szobonyi Olivér voltam. Sziasztok!